Két héttel ezelőtt nyílt meg hivatalosan a Csikós nevű magánpálinka főzde Magyar Kanizsán. Főleg bérfőzéssel foglalkoznak, és arra törekszenek, hogy másnak jó minőségű pálinkát főzzenek az önerőből vásárolt kazánokban. A darálás, a magozás, az erjesztési folyamatok, meg a főzés, meg mindent én adok hozzá, ez egy plusz, ezt szeretik az emberek, messziről is eljönnek hozzám, hogy itt főzzék a pálinkát. Beograd meghatározta tulajdonképpen, hogy kell, hogy kinézzen az a helység, ahol ezek az pálinkák készülnek. Lemosható kell, hogy legyen a fal. A belső magasság a helységnek legalább 3 méternek kell, hogy legyen. Olyan világítás kell, ami nem gyúlékony. Évente 240 ezer liter cefrét főznek itt ki. Ezek között igazi pálinka különlegességek is vannak. Sima pálinkát, azt, ha odafigyel az ember a cefrézési eljárás során, meg a gyümölcse, hogy jó gyümölcsöt rakjon bele, akkor már jó pálinkát tud csinálni. Itt utána nekem csak az a dolgom, hogy tisztán tartjam a kazánokat. Most én ezt tovább léptem, én csinálok mentából, narancsból, céklából, cukorrépából, citromból, kávéból. Mint Gábor elmondta, ha okosan csinálja az ember, akkor meg lehet élni belőle. A nagyapjától örökölt mesterség és a vevőkör fontos volt a kezdeteknél, de a szolgáltatások bővítése is közrejátszott a sikerben.